nagyon a miénk volt, nagyon csaló közi volt. Szakál Mária, a tárlat kurátora röviden így jellemezte Almási Róbertet. 3,5 évvel ezelőtt már volt egy emlékkiállítás. Az akkor látható alkotások közül most egy sem szerepelt a 66 kép között. Néhány meglepő műalkotás mellett tipikus almási képek is megtekinthetők. A Duna, a halak, a fák, a csallók köz, a búza, búzamezők, meg ilyenek, ezek illették még. Életművész volt a Róbi. Ő egy akkora humanista volt, annyira rokonszenves, kedves ember volt, és mindenkivel. Borbély Károly győri festőművész, mint barát és mint pályatárs emlékezett a 2018-ban elhunyt művészre. Úgy fogalmazott, hogy vannak csallóközi művészek, akik tovább viszik ezt a szerepet, de Almási személyisége, művészi kisugárzása egyedi. A szépség és a harmónia az az üzenet, amit az ő egész művészete, életműve rögzít és továbbad az utókornak. Erre a két dologra a mai kor emberének talán még nagyobb szüksége van, mint bármelyik időszak emberének, és ezt a fiataloknak is úgy kellene kapniuk, mint az oxigént a levegőben. Almási Róbert fontos szerepet játszott a kiállításnak helyet biztosító kortárs magyar galéria életében. Ő volt a kuratórium alelnöke, valamint a nyári művésztelepek szervezője. A tárlat február 3-áig látogatható, a kiállított alkotások megvásárolhatóak.